Jó estét kívánok! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Farkas Aténa vagyok. Ma november 3-a van, a győzők ünneplik névnapjukat. 83 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a szabadkai Kosztolányi Dezső, író, publicista, a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Emellett 22 éve a mai a Magyar Tudomány Napja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. December 1-től drágul az áram Szerbiában, átlagosan 150 dináros havi plusz kiadásra lehet számítani. Ingyenes egészségügyi szűréseket végeztek ma Szerbia szerte. Felszentelésének 200. évfordulóját ünnepli a Csonopjai Mindenszentek templom. Egész hétvégén vajdaság szerte megemlékezéseket szerveztek az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett áldozatok tiszteletére. Új árak, régi dilemmák. Hogyan hat ki az otthoni költségvetésre az áramdrágulás a Szerbiában? Ez azt jelenti, hogy át kell tervezni a téli kiadásokat a háztartásokban? A csaknem 4%-os emelkedés havonta átlagosan mintegy 150 dináros plusz költséget jelentene a családoknak. Az áram drágulásának témája mindig aktuális. Még nyáron adott egy olyan ajánlást a Nemzetközi Valuta Alap, hogy legalább az infláció mértékével növekedjen az ár, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Zombor Imre közgazdász. Olyan szakvélemény is van, miszerint fokozottabb tőkebefektetésre van szüksége az egész iparágnak, részletezte. Természetesen minden többletkiadás a lakosságnak fáj, és ilyen lesz bizonyára a reakció is, de az, ami előttünk áll a következő években, biztos, hogy ennek az energetikai szektornak a reformja, és hát előre látható az, hogy ilyen vagy olyan ütemben bizonyos árkorrekciók a jövőben is lesznek. A villamos energia ára a decemberi számlákon már magasabb lesz, amelyek januárban érkeznek a postaládákba. A drágulást a szerb energetikai ügynökség hagyta jóvá. 2 éve volt az utolsó emelés, akkor 2%-os. Még ez az emelés mellett is jócskán megnövekedtek a szerbiai villanygazdaság kiadásai. Magyarázta Dejan Popovic, az ügynökség tanácsának elnöke. Leszögezte, emiatt indokolt a drágulás. A szakértő hozzátette, elkerülhetetlen az emelés a villanygazdaság további megfelelő működéséhez és bővüléséhez. Minimális korrekcióról van szó, emelte ki a drágulás kapcsán Alekszandar Antić, szerb energetikai miniszter. Abszolútno postoje sva opravdanje, koje moram to da istaknem daleko ispod zahteva i opravdanih troškova energetskih kompanija i sa tom cenom mi i dalje smo apsolutno sa najjeftinijom cenom električne energije i u regionu i u Evropskoj uniji. Az árammal együtt általában minden árucikk drágul, de ez most nem lesz így, mert a drágulás csak a háztartásokra vonatkozik, vélik egyes szakértők. Ne sme i ne može da ima nikakav uticaj na privredu, zato što su svi privrednici već sklopili ugovore sa snabdjevačima električne energije, jer naše tržište električne energije je otvoreno već i duži niz godina. Drugim rečima, celokupna industrija, sve vrste usluga, mali preduzetnici, svi oni svoje potrebe za električnom energijom imaju već zaokružene na bazi dugoročnih ugovora. A környező országokkal összevetve Észak-Macedóniában 7, Bosznia-Hercegovinában 18, Montenegróban 46, Horvátországban pedig csaknem 80%-kal magasabb az áramára. Ingyenes neurológiai, mamográfiai, valamint szemészeti vizsgálatokat végeztek ma országszerte, egyebek között a Szabadkai Közkórházban is. A szűréseket havonta egyszer szervezik az illetékesek vasárnaponként. A cél pedig az, hogy az egészségbiztosítással nem rendelkezők is részt vehessenek számos egészségügyi ellenőrzésen. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokat végeztek ma a Szabadkai Közkórházban. A kórház orvosai, neurológiai, mamográfiai, valamint szemészeti vizsgálatokat végeztek. Azok a személyek is jelentkeztettek az ellenőrzésre, akiknek nincs egészségügyi biztosításuk. Losonc Gizella minden alkalommal részt vesz a vizsgálatokon. Fontosnak tartja, hogy odafigyeljen egészségügyi állapotára. Jónak tartom, mert mindenki ráír, bár én is ráírek, csinálok időt, és ezt mindig kellene, és mindenkinek el kellene jöjjön, mikor van ilyesmi.
A megelőzés az egyik leghatékonyabb fegyver a betegségek elleni küzdelemben, emellett pedig fontos, hogy az emberek tisztában legyenek egészségügyi állapotukkal, nyilatkozta dr. Ognjen Pjevac, a Szabadkai Közkórház neurológusa. Cíl ovog pregleda je, što kažu, kaže bolje sprečiti nego lečiti, znači da se na vreme uoče vaskularne posledice, odnosno eventualni šlog, znači da se prekontrolišu faktori rizika tipa hiperlipidemije, povišenog krvnog pritiska i slično. Az ingyenes egészségügyi biztosításhoz nem kötött szűréseket a Szabadkai Közkórház mellett egyebek között a zentai, valamint az újvidéki egészségügyi intézményekben is megszervezték. Kínába utazott a szerb kormányfő, Sanghajban ünnepélyes keretek között fogadták. Anna Brnabić több napos látogatásra ment a kelet-ázsiai országba, ahol a kínai elnökkel, Xi Jinpinggel is tárgyal majd, valamint a szerb delegációval részt vesz az ottani nemzetközi gazdasági fórumon, amelyre szerbiai kiállítókat is meghívtak. Programok sora vár a szerb miniszterelnökre, például előadást tart majd egyetemistáknak, de szerveznek egy szerb-kínai üzleti fórumot is, amelyen a szerb küldöttség a Huawei óriás vállalattal is tárgyal, és a tervek szerint memorandumot ír alá. Brnabić az országnak az egyövezet egyút elnevezésű kezdeményezésben való részvételét is megerősíti majd. Emellett azt reméli, hogy a mostani útja tovább javítja a szerb-kínai kereskedelmet és gazdasági együttműködést, valamint további infrastruktúrális beruházásokat ösztönöz majd Szerbiában kínai forrásokból. Két kulcs témában tárgyal holnap délelőtt Matthew Palmerrel, Amerika nyugat-balkáni külön megbízottjával Szerbia elnöke Alekszandar Vučić, közölte az elnökség sajtófelelőse. Az egyik elismerés témája a mi Koszovó függetlenségének elismerését jelenti, amely nélkül Palmer szerint Szerbia sosem válhat az Európai Unió tagjává, a másik pedig a szankciók kérdése, ami nem a Koszovó által kirótt 100%-os vámokra vonatkozik, hanem arra, hogy az amerikai külön megbízott valamiféle szankciókat helyeznek kilátásba, mivel Szerbia az utóbbi időben egyre több Oroszországból származó fegyverrel szereli fel magát, ami Palmer szerint aggodalomra adhat okot. Alekszandar Vučić korábban azt nyilatkozta, nyitotta a külön megbízottal való tárgyalásra és a kompromisszumos megoldásokra is, de arra nem, hogy megalázzák Szerbiát. Kétszáz éves jubileumot ünnepelt a Minden Szentek templom csonopján. Az 1819-ben épült kőtemplom felszentelésének évfordulója alkalmából ünnepi püspöki szentmisét tartottak ma délután. Az eseményen közéleti személyek, valamint a templomban korábban szolgáló papok is jelen voltak. A misét Pénzes János szabadkai megyés püspök celebrálta. Különféle programok várnak ránk, hogy ezt a nagy és jeles ünnepet méltóképpen meg tudjuk ünnepelni. Ez egy szórvány közösség, így a lelkipásztornak kifejezetten fontos szerepe van, hogy az egyház és az Isten igéje mellett picit a nemzethez való tartozást is megerősítse az itteni hívekben. Több ezer német és több száz magyar elhunyt áldozatról emlékeztek meg ma Hiárekon. A megemlékezésen többek között a temerini első helyi közösség, a Vajdasági Magyar Szövetség, továbbá a Vajdasági Magyar Demokrata Párt képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Tartozunk őseinknek azzal, hogy átadjuk nevüket az utókornak, hangsúlyozta az eseményen Gusztol András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt alelnöke. Arra kell törekedni, hogy minden ártatlan áldozatról méltóan megemlékezzünk, és ahol lehet méltó emlékművet is állítsunk nekik. Ezért is van ez a kőből felállított német emlékmű, és mellette egy figyelmeztető kereszt, amely a magyar áldozatokra emlékeztet, és arra a kötelezettségükre emlékeztet, hogy egyszer majd nekik is méltó emlékművet állítsunk. Piroson Isten tisztelettel és koszorúzással emlékeztek a II. Világháborúban ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra. A megemlékezésen jelen voltak a helyiek, az áldozatok leszármazottai, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is. Tudjuk, hogy Botos Elemér református lelkész hirdetett igét a pirosi református templomban megtartott Isten tiszteleten. A lelkész elmondta, Újvidéken már sokkal korábban megemlékeztek az áldozatokról, Piroson azonban volt egyfajta félelem attól, hogy mit szólnának ehhez a helyiek.
és addig, hogy kifort az, hogy közös imádsággal, összefogással elkezdtük itt is, és már hála Istennek, most már mondhatom szerintem majdnem 2 évtizede, hogy itt is megemlékezünk pirosan azokra, akiket nagyon csúnyán és nagyon gazul eltaposott az idő, de szeretünk, megbocsájtunk és imádkozunk, hogy egy boldog jövőnk lehessen. A megemlékezés a pirosi református temetőben elhelyezett emléktáblánál folytatódott. Az egybegyűltek közösen tisztelegtek az áldozatok előtt, majd az 1944-45-ös megtorlások ártatlan magyar áldozatainak névsora alatt elhelyezték a kegyelet virágait. Minden évben a Pirosi Fehér Ferenc Magyar Művelési Egyesület is hozzájárul az ünnepségre, illetve elhelyezi a kegyelet virágát. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Sárközi István, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében pedig Kis Gyula, a VMS Újvidéki Városi Szervezetének alelnöke, és Bancsi Ferenc, a VMS Pirosi Helyi Szervezetének elnöke koszorúzott. Hát mint minden évben, az idén is a Pirosi VMS Helyi Szervezete a falubelévekkel megemlékezett az 1944-45 ártatlanul elhurcolt és kivégzett falubelénkről. Úgy gondolom, hogy kötelességünk az emlékeit őrizni, és vigyázzunk, hogy ez többet ne történjen meg. A kegyelet virágait a Pirosi Református Egyházközösség is elhelyezte. Torlódásra és megnövekedett forgalomra lehet számítani a határátkelő helyeken és az utakon holnap is, tájékoztat a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szerb-magyar határátkelőkön mindkét irányban hosszabb-rövidebb időre torlódás alakulhat ki. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy aki csak teheti, tájékozódjon indulás előtt, és válassza a kisebb, időszakosan működő határátkelőket, amelyeknek többsége reggel 7 és 19 óra között tart nyitva. A fokozott közúti forgalom várhatóan a jövő hét közepére enyhül majd. Szerbiának új intézkedéseket kellene foganatosítani a gépjárművek behozatalára, használatára, valamint regisztrációjára, annak érdekében, hogy csökkenjen a légszennyezés, mondják a Közlekedés Biztonsági Bizottságnál. Dami Rokanovic igazgató szerint az állam egyáltalán nem tesz különbséget abban, hogy milyen az autók motorja, benzin, dízel vagy gáz meghajtású. Az üzemanyagtól független a regisztráció ára, ugyanannyi az adó, a parkolási díj, és nincs korlátozás arra, hogy melyik településeken, illetve városrészekben szabad közlekedniük. A fejlettebb országokban a kevésbé légszennyező járművek tulajdonosai kedvezményekben részesülnek. Az utóbbi napok légszennyezettsége rávilágított arra, hogy az emberek mennyire hozzájárulnak a levegő szennyezettségéhez, jelentette be a Szerb Környezetvédelmi Minisztérium a Tiszta Levegő Világnapján. Az elmúlt napokban nem kellett fűteni, nem szennyezte jelentősebben a gyári par sem a levegőt, nem volt sem szél, sem eső, ami javíthatott volna a helyzeten. Ezért mondja a tárca, hogy az emberek okozzák a légszennyezést. Arra is rávilágítottak, hogy az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz levegő minőség évente mintegy 7 millió, Szerbiában pedig 6000 ember halálát okozza. A Környezetvédelmi Minisztérium közleménye szerint a megoldáshoz egyebek mellett a környezetbarát autók és a tüzelőanyagok körültekintő megválasztása járulna hozzá. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Holnaptól tovább kell fizetni a parkolásért Szabadkán. Enyhébb, de csapadékos napok állnak előttünk időjárás szempontjából, tájékoztattak a meteorológusok. Holnaptól tovább kell fizetni a parkolásért Szabadkán. Mint arról korábban már beszámoltunk, a Szabad Egyetemnél lévő zárt parkolóban az eddigi 21 óra helyett 23 óráig kell majd fizetni a parkolásért. A többi helyen, minden zónában 20 óráról 21 órára tolták ki a megfizettetést. Szombaton továbbra is 14 óráig kell fizetni, vasárnap pedig egész nap ingyenes marad a parkolás. A változás pénteken lépett életbe, de holnaptól alkalmazzák. Halálos közlekedési baleset történt Szmederevónál. A hajnali 4 óra körüli szerencsétlenségben egy ember életét vesztette. Az információk szerint egy személygépjármű sofőrje elvesztette uralmát az autója felett, letért az útról, majd egy villanyoszlopnak ütközött. A rendőrség elvégezte a helyszínelést, a baleset okait még vizsgálják.
Tegnap este 11 óra körül tömegverekedés tört ki a Futaki Káposzta Fesztiválon. Sajtóinformációk szerint legalább 5-en megsérültek. A sürgősségi szolgálat beszámolója szerint mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek, írja a 021.eres hírportál. 20 év körüli férfi fejsérülést szenvedett, egy 21 éves nőnek pedig a térde sérült meg. A verekedésben részt vett még egy 20 éves fiatalember, neki a keze sérült meg, és egy 24 éves férfi, aki szintén fejsérülést szenvedett. A helyszínen ellátták mindannyiukat, majd további kivizsgálásra szállították őket Újvidékre. A rendőrség nyomozást folytat, hogy kiderítse, mi okozta a dulakodást. Helyi borászok tartottak összejövetelt ma Királyhalmon. A találkozó során az ottani vegyes kórus a Királyhalmi Ezer Jó Vegyes Kar nevet kapta. A vendégek számára alkalmi műsorral, bordalokkal készültek. A bográcsban rotyogott a finom ebéd, az egybegyültek számára a borászok különféle helyi jellegű borokkal kedveskedtek. Népdalokkal és bordalokkal nyitották meg a találkozót Királyhalmon. Az ünnepség keretében a vendégek a helyi borászok nedvéből is kóstolhattak. 2015-ben megalakult egy kis társaság, borászoknak a kis közössége, hajdújárásról meg innen a faluból, 9-en vagyunk, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy ha már borászkodunk, és egy olyan környezetben élünk, ahol hagyománya van a borászatnak, sajnos az a valós, régi világ az elmúlt, de mi próbáljuk a házi borokat továbbra is csinálni. A rendezvény nem csak a borról és a barátkozásról, hanem a helyi kórusról is szólt. Ők névadó ünnepség keretében ünnepelték fennállásuk második évfordulóját. Az Egyesület számára ez jelentős esemény, hiszen 2 éve, hogy a kórusunk profilt váltott, új kórusvezetőnk van Ledény a Leák személyében, eddig Királyhalmi népdarkörként szerepeltünk, és most akadt egy támogatónk a borászok közül, Katona Nándor. Évente többször tartanak borkóstolót a helyi kultúrotthonban. A borászok adják a bort, a kórus és a művelődési egyesület pedig a jó hangulatért felel. Három minősítésben vagyok itt, ugyanis van egy hát ilyen kis saját részünkre, egy kis szöllősünk is odahaza. Az iskolába ugye próbáljuk népszerűsíteni nem annyira a borászatot még, hiszen a gyerekek azok kicsik, inkább a kóruséneklést, és ugye a harmadik minősítés, mint kórustag. Tehát ezt a három dolgot próbáltuk itt most a mai délutára valamennyire összehozni, reméljük, hogy sikeres lesz. A borászok a rendezvényen hangsúlyozták, szeretnék azt, hogy a királyhalmi szülőtermesztés újra a régi fényében tündököljön. Ezt számos borászattal kapcsolatos rendezvényel és egymás segítésével kívánják elérni. Enyhébb, de csapadékos napok állnak előttünk időjárás szempontjából, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Egyes helyeken a holnapi nap folyamán erős széllökések is lehetnek, eső szinte bárhol előfordulhat Vajdaság területén. Az egyébként is változékony időjárást tovább tetőzi, hogy akár a napsütés is előfordulhat több helyen. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy a jövő hét végétől tér vissza vidékünkre a hidegebb időjárás. Jövő vasárnap már csak 10 fok lesz napközben. Nulla arányban nyert a TSC a szerb labdarúgó szuperligában. A topolyai csapata a Nisi Rádnicskit múlta felül a Zentai Városi Stadionban. A TSC a második félidő elején szerezte meg a vezetést, Nenad Lukic a 47. percben talált a kapuba. A jó iramú meccsen, amelyen egyébként mindkét oldalon több sárga lap is villant, a topolyaiak bizonyultak jobbnak. A 80. percben nyomatékosították előnyüket, Lukic ugyanis duplázott. A topolyaiaknak kellett a győzelem riválisok ellen, ugyanis ezzel az élbolyban maradnak a szerb első ligában. Novák Djokovic nyerte a párizsi ATP 1000-es tenisztornát. A szerb teniszező meggyőző játékkal 2 szetben 6-3-6-4-re nyert a kanadai Denis Shapovalov ellen. A világ első teniszező ezzel 34. Masters torna győzelmét szerezte meg. A címvédő Babos Tímea és Krisztina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár özdíjazású
Shenzheni Tenisz VTA világbajnokság páros versenyét, mivel a mai fináléban 6-1-6-3-ra legyőzte a cseh Barbora Strikovát és a tajvani CSU Weit. A meccs 1 óra 4 percig tartott. A sorozatban harmadik VB címét begyűjtő soproni teniszező pályafutása a 23. páros trófeája mellé partnerével együtt összesen 1 millió dollárt kapott. Eddig tartott a híradóm, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. December 1-től drágul az áram Szerbiában, átlagosan 150 dináros havi plusz kiadásra lehet számítani. Ingyenes egészségügyi szűréseket végeztek ma Szerbia szerte. Felszentelésének 200. évfordulóját ünnepli a Csonopjai Mindenszentek templom. Egész hétvégén vajdaság szerte megemlékezéseket szerveztek az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett áldozatok tiszteletére. Köszönjük szépen a figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol a riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban ismét a reggelisekkel ébredhetnek, de persze lesznek óránként hírösszefoglalók is. A Szabadkai Magyar Rádióban pedig a Napindító várja a hallgatókat. Itt a televízióban most következik az Osztálytalálkozó című magyar dokumentumfilm. Maradjanak velünk, viszontlátásra!